Ebben a gyakorlatban egy 4 bites párhuzamos átviteli logikájú összeadó áramkör megépítése a cél. Ennek érdekében először hozzáadunk egy fél összeadót a projekthez. A fél összeadónak a VHD modulát fogjuk hozzáadni, és egy teljes összeadót fogunk megépíteni, úgyhogy két fél összeadót használunk fel. Először megrajzoljuk a kapcsolási rajzot, és utána pedig egy új típusú leírásmódot, a strukturális leírásmódot is fogjuk használni. Annak érdekében, hogy a kapcsolási rajzban használhassuk a szimbólumot, a Design Utilities menüből szimbólumot kell generáljunk a fél összeadó áramkörnek. Utána létrehozzuk a schematic állományt. PG összeadónak fogjuk elnevezni, mert ez a modul generálja a propagate és a generate tagokat, amire szükség van a párhuzamos carry számításnál. A szimbólumok között megtaláljuk a fél összeadó áramkört, és a kapcsolási rajzban két fél összeadó áramkörre van szükségünk. És a kapcsolási rajz, ahogy az előadásban is bemutattam, igaz, bemenetként át, bét és carry int tartalmaz. Az első félösszeadó kimenete az AXOR-B, a propagate tag. Az első félösszeadónak a túlcsordulása az A és B, az adja meg a generate részeredményt, a generate tagot. És akkor a második összeadóba jön bele a carry in és ez az AXOR-B, hogy kiszámolja a szummát, és erre a carry-re már nem lesz szükségünk, mert a P és a G tagokból, a propagate és a generate tagokból fogjuk kiszámítani egyből automatikusan a túlcsordulást. Ez lesz a propagate tag. Ez lesz a generate. Ez lesz a harmadik bemenet.
És a kerít azt már nem számoljuk ki. Tehát szumma P és G lesznek a kimenetek. Egy warningunk van, hogy a carry kimenete az egyik fél összeadónknak nincs bekötve, de azt nem is akarjuk bekötni, nem is akarjuk használni. Na most ugyanezt a modult, amit megrajzoltunk Schematic Editor segítségével, meg tudjuk írni VHDL modulként is, funkcionális leírásmódban, első lépésben. Definiáljuk a bemeneteket, A, B, carry in, és a kimenetek azok summa, P és G. És egyszerűen az architektúra részben meg kell adjuk azokat a logikai függvényeket, amelyek segítségével ki lehet számolni a kimeneteket. A szumma az A, XOR, B, XOR, carry in. A propagate, mivel a kapcsolási rajz alapján az első fél összeadó szummája, tehát ez egy A, XOR, B, és a generate az A and B lesz. Tehát ezt jelenti a funkcionális leírásmód. Effektíven megadjuk, hogy milyen függvénnyel számolódjon ki a summa, a propagate és a generate kimenetek. És már is lehet futtatni a szintézis folyamatot, amennyiben helyes, de a konzolba meg kell jelenjenek a az üzenetek. Most ugyanezt a PG összeadót meg tudjuk még egyféleképpen írni, ugyancsak VHDL modulként, de strukturális módon, strukturális leírásmóddal. Mindhárom egyformán fog működni. Egyforma portokat kell definiáljunk. B és C in bemenetek, summa, P és G kimenetek. Csak most nem a működését fogjuk leírni az architektúra részben ennek a PG összeadónak, hanem az előbb megrajzolt kapcsolási rajz alapján, ami itt van előttünk, ezt a
fél összeadót deklarálni fogjuk külső komponensként, és két külső komponens hívással, a portmap parancsot használva meghívjuk a fél összeadót először A és B bemenetekkel, utána pedig a fél összeadót meghívjuk ezzel a P és carry in bemenetekkel. Itt ez a szummaként kéne jelen legyen. Na most a külső komponens deklarálását itt a View HDL Instantiation Template-nél találjuk meg. Ezt átmásoljuk strukturális PG összeadó architektúra részébe a begin elé. Hát valójában az entitás részét tartalmazza a fél összeadónak, csak komponent kulcs szót használunk. A port parancsba fel vannak sorolva az A, B, summa és carry be és kimenetek. És akkor ami két fél összeadónkat el fogjuk nevezni. Az elsőt Unit 1-jel, U1-es jelöléssel, a másodikat Unit 2-vel, U2-es jelöléssel, és a portmap hívással megadjuk a bemeneteket, A-t, B-t, illetve a kimeneteket, ezt a summát és a carry-t, ami lényegében egyenesen a P és a G, a propagate és a generate tagba fognak visszatérítődni. Ezt a két tagot segédváltozóként deklaráljuk. Tehát lesz egy szignál P és egy G. Mind a kettő STD logic típusú változó. És akkor a unit 1 az első fél összeadó, portmap parancs, ez hívja meg a külső komponenst, és akkor a külső komponensbe pont abban a sorrendben, ahogy itt szerepel az A, B, summa és a carry, meg kell mondani, hogy a bemenetre megy az A, illetve a B. Ezek az entitásnak az A és B bemenetei, és a visszatérített értékek a P, illetve a G segédváltozóban lesznek. Utána a unit 2-t hasonlóan hívjuk meg, ismét a port meg parancsot használva, megint csak A, B, summa és carry sorrendbe, és a kapcsolási rajz alapján igaz, az A bemenet az megkapja az eredeti, az első summát, ami a P-be van, P változóban van tárolva, a B az meg kell kapja a carry int, és van egy summa, illetve lesz egy carry, amit nem fogunk használni. Tehát azt mondja, hogy ide jöhet a P, jöhet a carry in, jöhet a summa, és legyen egy carry is itt, amit ugyancsak segédváltozóként deklarálunk, de amit nem fogunk a továbbiakban felhasználni. És akkor már csak annyi kell, hogy a propagate kimeneti portra meg a generate kimeneti portra kiküldjük a két részeredményt, a P-t, illetve a G-t. És futhat a szintézis.
Ezek után tetszőlegesen bármelyik PG összeadót használhatjuk, mint a három PG összeadó ugyanazt csinálja, igaz? Funkcionálisan talán a legegyszerűbb megírni, mert meg van adva csak három sorban a három kimenetnek a megfelelő logikai függvény. A kapcsolási rajzban le van rajzolva az áramkör két fél összeadó áramkörből, illetve a strukturális leírásmód követi a szkematikban megrajzolt kapcsolási rajzot, és ennek a felépítését, a struktúráját adja meg. Felhasználja külső komponensként a félösszeadót, és ezt meghívja kétszer megfelelő paraméterekkel.